Jó estét kívánok a kedves nézőknek, itt vagyunk Frankfurtban. Természetesen mindenki a magyar mérkőzésre van kíváncsi, tehát természetesen arra a mérkőzésre is fogunk majd figyelni. Ugyanis az A csoportnak az egyik sorsdöntő mérkőzéséhez készülődik mind a két csapat, de igazából ha megnézzük, akkor inkább a németeknek kell ékettően a mondhatni a tisztességes helytállás. Hallgassuk meg a himnuszokat. Azért is fontos a németeknek a győzelem, mert azért mínusz 6-os gólkülönbséggel 0 ponttal állnak az utolsó helyen. Itt láthatóak közben a svájciak kezdő 11-re a találkozóra. Mínusz 6-os a gólkülönbsége Németországnak egyelőre, az utolsó helyen állnak, és a svájciaknak is éghetően fontos a győzelem, függetlenül attól, hogy a magyar mérkőzés hogy fog állni, mert azért nekünk is az első helyen várjuk a folytatást. Minden 1928-ban kezdődött ugye a kettő csapat első mérkőzésén, akkor az olimpiai játékokon a németek győztek 4-0-ra. Utána a 38-ban folytatódott ez a sorozat, méghozzá egy VB döntőn keretein belül 1-1 lett annak a mérkőzés. Hát az első mérkőzés, utána visszavágót játszottak. A németeknél természetesen ugyanaz a felállás, 4-2-3-1-es felállásban, igazából kicsit meghazugtoltam magamat, mert azért ott van Zané is, ott van a kezdőben, illetve Havertz természetesen. A védelemben Schlotterbeck került be, úgyhogy mindenféleképpen győzelem lesz az elfogadható, tehát Julian Nagelsmannnak ez a presztízse. Megkezdődik a mérkőzés, természetesen jobbról-balról fehérben láthatóak a németek, pirosban a svájciak. A legutóbbi mérkőzésre 2020-ban a Nemzetek Ligájához kell visszatekernünk, hiszen akkor 1-1-re végeztek a felek. És 2012-ben volt az egyik gólzáporos mérkőzés, akkor a svájciak győztek 5-3 arányban. Ha minden igaz, az egy felkészülési mérkőzés volt természetesen. Hát a legutóbbi mérkőzésre, ugye a Nemzetek Ligájában, közben lehetőség, de az nem jut messzire. Abból a csapatból mondhatni, hogy majdnem ugyanaz, tehát Gnabry volt még, meg Werner voltak a hírmondóak. Azóta egyik játékos sem szerepel most a nemzeti válogatottban. Shaqiri közben! Mellé! Megvan az első svájci lehetőség a mérkőzésen. Kis hiány meg is szerezték a vezetést a svájciak. Az biztos, hogyha a Svájc most megszerzi a vezetést Németország ellen, akkor gyakorlatilag már eldöntötte minden lényegi kérdést. És a németeknek azért, hogy is fogalmazzam szépen, el kell gyepálnia a svájciakat, hogy azért életben tudják tartani a továbbjutási lehetőségeiket. Mert egyelőre Magyarország, Skócia, Svájc mínusz 6-os, tehát Svájcnak kell a rosszabb gólkülönbségnek lennie. Közben itt látható Zané beadása, az nem jó. Ugye Magyarországnak 6 pontja van plusz 5-ös gólkülönbséggel, Skócia második plusz 2-vel, 3 ponttal, és közben itt látható Okafor gólhelyzetben, ott a csel, még mindig, aztán az oldalhálót találja el. Viszont, hogyha most eléggé gólzáporos mérkőzést rendeznek most a németek, van esély egyébként a harmadik hely megtartására, de akkor azt is figyelembe kell venni, hogy a legjobb harmadiknak is mérkőzéseit is kell figyelni. Mit ugyan a valóságban, ugye nagyon jó mérkőzést játszottunk mi magyarok. Igazából a valóságban Svájc Németországgal egy-egyet játszott, de most koncentráljunk itt virtuálisan. Wirtz, Havertz gólhelyzetben ott cselezget, de hátra Klossnak. Henrik adja be középre. Érkeznek a játéktársak, de nem jól is sikerült. Kroos, Musiala, Kimmich, Gündogan,
Musiala. Kroos. Az jó passz, de hosszú. Zommeré. A labda. Ő rúgja ki. Ugye Svájc egy verességgel kezdte ezt a virtuális Európa bajnokságot, utána ugye 5-3-ra kikaptak tőlünk, és utána 2-1-re győztek a skótok ellen. Zakirá közben Neuernek kell védenie, de Kroos érte meg a labdának, kiemeli Virtznek. Holnap természetesen a horvát, Albánia Horvátországot nézhetjük meg, illetve albán spanyol, illetve horvát olasz találkozókat. Shaqiri közben, Shaqiri cselezget, ott a gól helyzet. Vargas lő, Neuer! Na, ismételten egy nagy gólhelyzet, azért figyelniük kell. Németeknek is természetesen, hogy azért ne kapjanak több gólt, mert azért ez a mínusz 6-os gól különbség azért az eléggé fájó. Tehát albán, spanyol, illetve horvát, olasz elnézést kérek, hogyha nem jó sorrendben mondtam a párosítást. Hát van ez így. Kis szöglet. Shaqiri. Ez jó lefülelés Kroos-tól. Wirtz. Rüdiger. Átemeli Gündoğan-nak. Ez nagyon jó. Kimmich. Indítaná Havertzet vagy Zanét. Nem jött össze. Vargas. Vargas cselezget. Ott a gólhelyzet. Most van Vargasnál a labda. Neuer. Van beleért a német kapus. Lehet, hogy beleért. De nem ért bele. Kirúgás. És a folytatódik a találkozó. Schlotterbeck. Henrik. Gyakorlatilag kicserélte az egész csapatot Julian Nagelsmann az előző találkozóhoz képest. Ugye 3-0-ra győztünk a németek ellen Stuttgartban. Most Frankfurtban az a célja a Nacional F-nek, hogy azért nem kéne kiesni rögtön a csoportból. Ugye a 2018-as világbajnokságon fordult elő olyan, hogy csont nélkül kiestek a németek. Havertz. Kroos. Onnan el is lehetne lőni. Megpróbálja, de először a védelembe, de megpróbálkozhatta volna Gündoğan. Jó, a lepaszt választotta. Szabadrugás kifelé. 28. percben. Vargas. Vargas nyújtja meg. De Rüdiger állja a sarat. Marad a németeknél a labda. Wirtz. Gündoğan. Havertz felé. Ez jó. Jó összjáték. Musiala. De hát a védelemnek, ugye a svájci védelemről tudni kell, hogy nem annyira adják könnyen magukat. Hát, hogy túl sok svájci csokítettek most itt az EB előtt, és azért patika most itt a védelem. Meglátjuk. Vargas közben Endoy. Az jó lövőhelyzet, ez kapus csemege Neuernek. Viszont ki ellenfélhez sajnos. Endoy indulhat meg. Ott a csel. És hát a gólhelyzet. Az elsőt még hárítják. Utána még mindig ezt is Neuer védi. És hát az elsőt a védelem már blokkolta, de aztán Neuernek kellett védenie. Endoy. Csaká. Shaqiri. Vargas összjáték. És aztán Schlotterbeck állítja meg az akciót. Gündoğan. Zané. Havertz. Ez jó, nem volt leeső, lesatáról indította Zanét. Zané. Nem tudja, várja a társakat. Havertz. Havertz lövi rá! Zommer. Elsőre nem, de aztán másodjára megvan a labda. Marad a németeknél a labda. Wirtz. Ez viszont egy eladott labda. Illetve a másik német csapat a Svájc. Vargas. Szétszakad, kinyílnak most hátul a németek. És sikerül megszerezni Rüdiger volthoz. Musiala. Wirtz. Havertz. Musiala. Ez jó írnítás Wirtznek. Ott a gólhelyzete is lövi akár. Zommer. És aztán nem megy ki szögletre, mert sikerül a védelemnek megmentenie még a labdát. De viszont most nyomás alá helyezik a németek a svájci kaput. Egy sarkozás Havertznek. Mehet tovább.
nehezen tápászkodik föl Havertz. Most nyújtja meg Okafornak, Rüdiger vele a versenyfutás. Hendrik. Az utolsó perc is megkezdődik lassan. Svájc-Németország 0-0, mint ahogyan a Skócia-Magyarország is egyelőre 0-0. Zakaria, Csaka, Akanji, Rodriguez, Kafor, és egy perc lesz a hosszabbítás. Lehetséges, hogy majd Nagelsmann ne cseréli Havertzet, mert lehet, hogy megsérült. Okafor, ott a gólhelyzet, nem jön ki Neuer, de jól is teszi! Igen, lehet, hogy már a fél időben fog majd cserélni Nagelsmann. Úgyhogy ezt a szöletet mi ki kell bírni a német válogatottnak, hogy ne kapjanak gólt. Csak áll a labda mögött. 47. perc, az most már 48 lesz, mire ezt elvégzi. Középre. Schlotterbeck először kifejeli, aztán felszabadítanak. És ezzel zárul az első 45 perc. Helyzetek itt, helyzetek ott, ahogy szokták pont mondani. Egyelőre 0-0. Egyelőre még nem látszik az, hogy a német válogatott akarja ezt a továbbjutást, már mondjuk a helyzeteket látva. 0-0 tehát, innen jövünk hamarosan. És ahogyan azt várni lehetett, kényszer csere a német válogatottban, méghozzá a sérült Kai Havertz helyére jön az a Füllkrug, aki a Bajnokok Ligája döntőjében a Dortmundban gólt szerzett. Természetesen csak virtuálisan beszélek, de azért ő is részese volt az ezüstéremnek. Most kapja az előbb említett játékos, aki most ellenfélhez passzol. Zakaria. Vargas. Endoy. Kimmich. Meg kell azért figyelnie, nehogy aztán szabadrugást kapjon. Svájc. Meg is kapják a svájciak azt, ahogy nem értettem a szabadrugást. Méghozzá Csaká fogja ezt beívelni. Ha be fogja ívelni, már pedig be. És aztán sikerül Neuernek maga biztosan megfogni a labdát. Kimmich. Megnyújtja Hendriknek. Ez nagyon jó feje. Füllkrug. Musiala. Hátra. Gündogan. Hátulról építi a támadás Németország. Kroos. Ez nem jó. Csaká. Shaqiri. Most nem nyílik szét kivételesen a német védelem, mert azért ez mégiscsak fontos a győzelem. Zané. Musiala. Szép összjáték, nem volt lesen Zané. Most a beadás. Kifejelik első sorban, utána fölfejelik. A fejpárbajt megnyeri a német csapat. Hendrik. Musiala. Gündogan. Onnan is lehetne lőni. Musiala nem lövi el, hanem Füllkrugnak passzol. Ő van jobb helyzetben. Sommer. Még mindig nem szabadul fel a svájci kapu. Kroos. Gündogan. Kimmich. Kimmich most a beadásra, de ez nem jó. Zané. Kroos. Zané. Ez jó összjáték. Musiala gólhelyzetben. Oldalháló. Gyakorlatilag megpróbálta az oldalvonal, az alapvonalról előni, de hát nem ért bele sajnos svájci. Úgyhogy kirúgással folytatódik a mérkőzés. Ezzel az egy ponttal Németország nem sokat érhet. Igazából a Nitó mérkőzésen dőlt el szerintem minden remény, mert ugye mi 3-0-ra vertük a németeket. Gyakorlatilag ez az egy pont, ez csak Svájcnak lenne jó, bár azért a magyar mérkőzést is nézni kell párhuzamosan. Endoy. Ez jó Schlotterbecknek. Wirtz. Füllkrug. Musiálának nem jó a labda. Shaqiri, Okafor. Okafor tolja meg. Most szétszakadtak egy picit a németek, de visszazártak hamar. Zané. Most Zané tolja meg. Mondjuk van benne még energia, úgyhogy nem tudom miért kell annyira sprintelni. Viszont megint eladják a németek a labdát. Widmer. Ez jó. Wirtz. Füllkrug. Musiala. Füllkrug. A visszapassz nem jó.
Fél óra van hátra a rendes játékidőből, egyelőre Magyarország, Skócia, Svájc és Németország a csoportban. Ez a csoport sorrend. Csaká. Widmer. Nem volt lesen, visszajött lesről egyébként, de már bőven lesről. Szöglet. 67. percben vagyunk, cserélnek a svájciak is. Méghozzá Steffen érkezik Endoy helyére. Úgyhogy meglátjuk, hogy ez a csere mit fog hozni. Ismétet a Shaqiri végezte el a szögletet. Egy kis kavarodás ott a ötösön belül, és ezzel megindulhat Zani. Zani törhet kapura. Na nézzük, Zani mit fog ezzel kezdeni. Ellövi! Ellövi bizony! Gól! 69. percben megszerzi a vezetést Németország. Leroy Zani a gólszerző. És ezzel picikét azért csökkenti a gól különbséget, mert ezzel Svájc mínusz 2, Németország mínusz 5-ös a gól különbsége. Viszont azért még lőgnie kell kettőt Németországnak, hogy azért, vagy még négyet, hogy lecsökkentse ezt a gól hátrányt, vagy a gól különbség hátrányt, vagy kinek hogy tetszik egyébként. 1-0 tehát Németországnak. De azért ez az egy gól nem jelent még úgy semmit a Nacional F-nek. Mindenféleképpen gólzáporos mérkőzést kell játszania, hogy a harmadik helyet megszerezzék. Vargas. Azért figyeljenek a németek is, mert azért ki tudnak egyenlíteni a svájciak. Okafor. Okafor gól helyzetben, Neuer! És cserélni fog még Nagelsmann? Így is van. Kijön le és kijön föl. Andrich helyére Gündoğan. Vagy Gündoğan helyére jön Andrich. Egyelőre ez az egy csere lesz. Hát igazából második. Közben Freuler érkezik Zakaria helyére. A második svájci csere. Hogy minden igaz, akkor a németek is kihasználják a második csere lehetőségüket is. Így is van. Gündoğan le, Andrich fel. Csaká végezheti el az újabb szögletet, 73. perc. Kifejelik, és akkor megint indulhat Zani. Na, egy támadó, két védővel szemben, az egyiket már legyőzte, Zani. De azért visszaértek a svájciak, ott van előnyösebb helyzetben a társ. Musiala nem tud velem mit kezdeni. Most lekészíti, Kroos. Egy távoli lövés, Sommer! Hát azért ilyenkor, amikor szöglet után gyors kontra, közben Shaqiri is lejön a pályáról, és mindjárt kiderítjük, hogy ki a négyes számú versenyző. Azt mindjárt kiderítjük. Steffen sérülés szenvedett. Nézzük Kroos szögletét. Ott a fejes! Mellé! De Sommer védett, hogyha jól látom. Nézzük meg. Igen, Sommer belekapott. Úgyhogy újabb német szöglet következik. Na nézzük. Egyedi Elvedi érkezett Shaqiri helyére. Ezt kifejelik, ismét tellett Németország. Zané. Nem tudja hátrapasszolni Kroosnak, mert ő megszerzi. Musiala. Füllkrug. Ez nem tud kapra fordulni vele sajnos. Sommer a kirúgással. Freuler. Okafor. Schlotterbeck. Szerzi meg a labdát. Zani. Gyönyörű csel. Musiala. Na nézzük, kinek passzol. Füllkrugnak. Ott a gól, ez 2-0! Az utolsó 10 percre érve 2-0-ra vezet Németország Svájc ellen. Most azért mínusz 4-es a gól különbsége, hogyha jól számolják az emberek. Ugye mínusz 6-ról indultak a németek. Közelebb a harmadik hely. Azért várjuk meg a magyar mérkőzés eredményét is. Az is sokan múlik, hogy Skócia hanyadik helyen végez. 2-0-ra vezet Németország Svájc ellen.
A csereként beállt Füllkrug góljával, és Lotterbeck jön le, és jön fel Tah a pályára. Utolsó 10 perc következik. Itt most már tényleg egy nagy csoda kell, hogy Németország tovább jusson a csoportból. Legalábbis a harmadik helyet elérve. Füllkrug. Füllkrug. Forgolódik, mint a Ringlispiel. Ez jó Wirtznek. Aztán ez nem jó. Scher szerzi meg a labdát. Elvedi. Most viszont labdát szerez Németország. Hát mondom én, de Csaká erőszakosabb. Froiler. Andrikkel harcolt meg a labdáért. Aztán Froilernek visszaadja. Pedig nem ők, nem egy csapatban játszanak. Tah. Musiala. Ez viszont nem jó. Vargas. Widmer. Hendrik szerzi meg a labdát. Kroos. Musiala. Zané. Zané indítja Kimmichet. Mindet egy lapra feltévet rohamoz Németország azért, hogy kiszolgáltassa a gólzáporos mérkőzést rendezzen. Hát már most, hogy 2-0, de ezzel nem ér semmit a csapat. Az utolsó perc kezdődik. Füllkrug helyzetben. Ez nem jó. Akkor jöhet Svájc. 3 perc. Hosszabbítás. Andrich, Zané, egy utolsó rohamra még elindulhat Németország. Jó indítás Musiálának, nem volt les. Musiála eldönteti a mérkőzést, és el is dönti! 3-0 Németországnak! És hogyha jól számolok, mínusz 3-as a gólkülönbsége Németországnak, Svájcnak, viszont mínusz 4, úgyhogy biztos megvan a harmadik hely Németországnak. Így van, mert mínusz 4-es, ugye mínusz 1-ről indult Svájc, csak felhívom a kedves nézőknek a figyelmét, hogy megvan Németországnak a harmadik hely, igazából 3-0-ás győzelemmel zárja az A csoportot, ha nem tévedek. És itt a mérkőzés vége, kedves nézők, egy elég izgalmas véghajrához érkeztünk, legalábbis a németek szempontjából, mert 3-0-ra megveri Svájcot, és ez azt jelenti, hogy Magyarország, Skócia, Németország és Svájc a sorrend. Ugyanis még a magyar mérkőzés még nem ért véget, mondjuk ez kezdődött hamarabb, igaz, hogy azt mondtuk önöknek, hogy egy időben zajlik a mérkőzés, de még tart a magyar mérkőzés, úgyhogy majd oda is majd kapcsolunk. A végeleménnyel búcsúzom, Svájc, Németország 0-3. Viszontlátásra, viszont hallásra.